az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól. Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallás következő hitágazatáról, mely így szól: hiszek Szentlélekben. Mikor a Szentlélek Istenbe vetett hitünket megvalljuk, a Szent Háromság hitét fogalmazzuk meg. Ám ahhoz, hogy ez világos, kristálytiszta formulában testet öltsön az egyháznak a beszédében és hitvallásában, évszázadok kellettek. Maga a valóság azonban, és ennek felismerése ősrégi történet. Már az Ószövetség lapjain, sőt a teremtés történetben azt olvassuk, hogy az Úr lelke lebegett a vizek fölött. És később is az Ószövetség különböző könyveiben visszatér a lélek, az Úr lelke, akár a próféták esetében, akár amikor megköszönik a lelket, vagy azt mondja a Zsoltár, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlem, akkor érezzük, hogy valami Isten személyével és a belévetett hittel kapcsolatban kötődik ennek a léleknek a fogalmához. De hogy is volt ez pontosan? Hogyan is hitték ezt? Az évszázadok során ebben is, még az Ószövetség hitében fejlődés figyelhető meg. Olyannyira, hogy alexandriai Filó, Krisztus kortársa, nagy zsidó filozófus és teológus, leírja azt, hogy amikor a Teremtés könyvében, ugye a 18. fejezet első 10 versében szó van arról, hogy a három vándor meglátogatja Ábrahámot. De erről a jelenetről szól Rubljovnak a gyönyörű ikonja, amelyet azóta is a Szent Háromság jelképének tekintünk. Na, erről a jelenetről azt írja, hogy igen, maga az Úr tért be Ábrahámhoz, és kísérte őt az ő hatalma, az ő fönsége és az ő jósága. Tehát minthogyha Istennek egy három tulajdonsága vagy vonatkozása jelenne meg ebben az egy képen. Természetesen a személy, a természet, a lényeg fogalmakkal itt nem találkozunk, de azzal igen, hogy ez a fajta isteni létgazdagság, ez hatással van az életünkre. Tehát a szépség, a jóság, minden jóságnak a szabálya, hogy a fönség minden uralomnak a mintája és az alapja, hogy Istennek a hatalma kiterjed mindenkire. Szóval ennek a látásmódnak a keretében kezdenek beszélni aztán a Szentlélekről, de kitűnik az, hogy Jézus ennél többet mond. Például beszél arról, hogy az igazság lelkét majd megadja, aki megtanít mindenre, amit mondtam nektek, ígéri a tanítványoknak. Az ő megkeresztelkedésekor is, hogy a lélek, mint galamb leszáll rá. Tehát érezzük azt, hogy egy olyan erőtérben mozog Jézusnak az egész küldetése, ahol a léleknek is nagyon fontos szerepe van. És ez a szerep, mintha több lenne, mint amit a proféták és királyok történetében, mondjuk a fölkenésüknek a mozzanatában, a korábbi hit tartalmazott. Az évszázadok során fölmerült az a kérdés, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten-e? És ebben az egyház éppen Jézusnak a saját szavai megnyilatkozásai alapján egyértelműen azt vallotta, hogy igen, azt kell mondanunk, hogy ő valóságos Isten, ő a fiú, de olyan mértékben, hogy az atyával egyenlő méltóságú. Ezután merül föl igazán a Szentléleknek a kérdés, hogy hol a helye akkor ebben az atya-fiú viszonyban a léleknek. És ez az, amit 381-ben az első konstantinápolyi egyetemes zsinat határoz meg, amikor arról beszél, hogy három személy egyetlen lényekben foglalható vagy található az Istenben, de ez egy olyan titok, amit a mi szavaink gyöngék kifejezni. Ugye magának a nyugati kultúra személy fogalmának is a kifejlődéséhez ezek a viták döntően hozzájárultak. Amikor azt kerestük, hogy mi a három az Istenben, és mi az, ami egy benne, hiszen a monoteizmust, az egyisten hitet, a kereszténység tisztán és határozottan fenntartotta és fenntartja ma is. Hát akkor mi a három? Hogy lehet ezt emberi értelemmel felfogni?
azt hiszem, hogy nagyon sok mindent nem tudunk felfogni Istenről, de hiszen ez nem csoda, mert mi nagyon korlátozott teremtmények vagyunk, de az ő végtelen gazdagságát nem tudjuk kimeríteni. Tehát botladozik a nyelvünk, gyengék a fogalmaink, mikor róla beszélünk. Annyit azonban az egyház közös hite mégiscsak állít, hogy egyetlen lényegben három személy. Hogy Isten tehát szent háromság, akinek az egyik személye a Szentlélek. Most innentől kezdve a Szentléleknek a hozzánk, keresztényekhez, hívőkhöz való viszonya lesz az igazi kérdés. Erre nézve is már megtaláljuk például a Galatákhoz írt levélben a gyönyörű kifejezést, hogy szívünkbe küldetett a Szentlélek. Isten fiainak az új életét általa nyerjük el. Másutt arról beszél, hogy vízben és Szentlélekben születünk újjá, tehát a keresztség szintén a léleknek a működésével jár. Ez is nagyon fontos kérdés, hiszen a keresztség, az alámerítkezés, a megtisztulás céljából való, lelki megtisztulás céljából való alámerítkezés szintén ősi gondolat volt. Ugye keresztelő Jánosra gondoljunk, és arra, hogy Jézus tanítványaival együtt alámerítkezik, részt vesz ebben. És akkor a későbbiekben, mikor a tanítványok kezdenek el keresztelni, mondjuk az apostolok cselekedeteiben ez tetten érhető, akkor ők már vízzel és Szentlélekkel keresztelnek, és ha találnak olyanokat, akik elfogadják Jézus hitét, de már János keresztségében részesültek, akkor nekik készfeltétellel megadják a Szent Lelket. Tehát a régi bűnbánati gesztushoz hiányzik még valami, ez pedig a Szentléleknek a kiáradása. Milyen hatása van a Szentléleknek a tanítványok életére? Ezt láthatjuk a pünkös csodájának az elbeszélésében. Ugye Jézus kereszt halála után a tanítványok félnek természetesen, hiszen a olajfák hegyén is szétfutottak, amikor letartóztatni jöttek Jézust, Péter még meg is tagadta őt, és hiába élik át húsvét vasárnap a feltámadásnak az élményét, még mindig nincs bennük akkora bátorság, hogy ők ezt nyilvánosan hirdetni kezdjék. Hanem összejönnek imádkozni az utolsó vacsora termében, és az 50. napon kiárad rájuk a Szentlélek. Most a húsvét utáni 50. nap az a Tóra ünnepe volt. A Tórában Isten szavát tisztelték a hívő zsidók, és Isten szava a Szentlélek útján jut el hozzánk. Tehát amikor a pünkösdi kiáradás megtörténik, akkor nyílik meg a szavuk a tanítványoknak, akkor lépnek ki az emberek elé, és tanúságot tesznek a föltámadásról, és attól kezdve elindulnak hirdetni, mit is? Az örömhírt, az evangéliumot, vagyis Krisztus feltámadását, és azt, hogy ez számunkra is az örök életre való meghívást jelent. Na most a Szentlélek pedig kíséri a tanítványokat az útjukon, és működik azokban a közösségekben, amelyeket ők alapítanak. Ha tetszik, az utolsó vacsora termétől kezdve a Szentlélek kíséri az egyházat. De nem is csak kíséri, hanem alkotja is. Hiszen az egyháznak a keresztség révén válunk a tagjává, és már a keresztségben megkapjuk a Szent Lelket. Akkor mi a bérmálás szerepe? Ugye a keresztség és a bérmálás közti különbséget azt az idők során tisztázta csak igazán az egyház, hiszen eleinte a beavatás egyetlen nagy szertartás keretében történt, mint ahogy ma is, ha felnőttek keresztelkednek, rögtön utána megkapják a bérmálás szentségét és az oltári szentséget is. Viszont maga a keresztség is már a Szentlélek templomává avatja a megkeresztelt ember. Tehát nem csak a víz, hanem a víz és a lélek tesz az egyház tagjává. És az egyházról valljuk, hogy Krisztus teste, a Szentlélekről pedig, hogy Krisztus lelke, nem az emberi értelemben, nem a test és lélek emberi kettősége értelmében, hanem annál magasabb, az isteni dimenzióban elhelyezkedő értelemben. A Szentlélek ajándékokat ad nekünk. Ajándékokat, amit a bérmálásban fel is sorolunk, a 7 ajándékot, de a szertartásban megnevezzük őket. Ezek az ajándékok az Ószövetségben már ilyen kifejezett formában szerepelnek. Tehát a bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány, a jámborság, az Istenfélelem és a lelkierő.
ezeknek a bérmálás szentségében különös gazdagságát adja a Szentlélek. De nem csak ezeket a név szerint körülírható adományokat juttatja nekünk, hanem például a karizmákat is. Mit nevezünk karizmának? De karizmának nevezünk mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket a keresztények az egyház építése érdekében kapnak. Tehát ne gondoljuk azt vulgárisan, hogy csak a rendkívüli karizma az igazi, mert vannak rendkívüli karizmák is, a nyelveken szólás, vagy akár a csodatevés, vagy a profétálás karizmája. Bár a profétálásnál azért tennék egy megjegyzést, mert úgy tűnik a mai kutatások fényében, hogy az első 200 évben a profétálás jelentette azt is, amit később a prédikálás. Tehát Isten igéje nyomán, hogy mit üzen az egyháznak ez az ige, hát ezt ma is a hivatott prédikátor elmondja. És ebben is a Szentlélek segítségét kérjük. Tehát ezek az adományok különbözők, de ahogy Szent Pál mondja, a lélek ugyanaz. És ezek az adományok vagy karizmák lehetnek a hivatallal járó karizmák is, olyanok, amelyek nem rendkívüliek, hanem éppen az egyháznak a szilárd működéséhez tartoznak. Tehát akár az egyházi rend szentségé, akár különböző feladatokkal járó karizmák, mondjuk a péteri hivatallal, a pápának a különös karizmája. Tehát azt hiszem, hogy ez a lélek ajándékainak a gazdagságát jelenti. Most ezen kívül a Szentlélekről tudjuk azt, hogy ő az, aki megmutatja nekünk minden korban, hogy mi a feladatunk, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Ez pedig lehet a közösség számára, az egyház számára egy-egy sajátos feladat, egy-egy sajátos esemény, és lehet az egyén életében is egy-egy útmutatás. Tehát ráfigyelni a lélekre, ráhallgatni a lélek szavára, ez egy különleges keresztény alapmagatartás. Azt hiszem, hogy az imádságnak az egyik fontos része az, hogy mi ne csak beszéljünk az Istenhez, hanem hallgassuk meg azt is, hogy ő mit válaszol. Mert válaszol. Válaszol esetleg úgy, hogy a saját gondolatainkon keresztül, esetleg az eseményekben, esetleg másnak a váratlan szavaiban. Szavakban, emberi szavakban? Hogyne? A Szentírás könyveiről azt valljuk, hogy azok sugalmazott könyvek. Mit jelent a sugalmazás? Hogy történik ez? Nem tartjuk azt, hogy szóról szóra diktálta volna a Szentlélek, a Szent Szerzőknek a Szentírás egyes könyveit, de azt igen, hogy a Szentírási könyvekben lévő teológiai mondanivaló, vagyis az üzenet, az a Szentlélektől van. És azt is az egyház a Szentlélek segítségével állapította meg és rögzítette, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz. Ez is egy legalább 300 évig tartó folyamat volt. Természetesen a Ószövetségnek az alapvető könyveit továbbra is olvasták a keresztény közösségekben. De elkezdték mellette olvasni az evangéliumokat, a páli leveleket és még más írásokat is. Ezért születtek meg az első jegyzékek arról, hogy mely könyveket kell vagy szabad felolvasni a gyülekezetben. Tehát nem az volt a kérdés, hogy mi tartozik a Bibliához, hanem kifejezetten a liturgikus használat alapján különböztették meg a szent könyveket. Ez pedig érthető, hiszen a zsinagógai istentiszteletben is csak azt olvasták fel, amit szent könyvnek tartottak. Bár voltak különböző kategóriák ezen belül. Ugye más volt a Tóra és más a Haftára, vagy a többi részlet. Nálunk kis változatosság figyelhető, meg mondjuk a különböző régiók egyházaiban egy-két levelet van, ahol később fogadnak el, van, ahol a legrégebbi jegyzékekben nem szerepel a jelenések könyve, de végül is az egész egyház a ma elismert Ó- és Újszövetségi kánont rögzítette, és ehhez képest azt hiszem, hogy most már hosszú ideje, megszentelte a hagyomány és a használat is ezt a sorozatot. Na most természetesen a Szentírás olvasása is egyfajta különleges tevékenység. Nem olyan, mint amikor egyszerűen egy regényt olvasunk. Mondhatjuk azt is, hogy lekció divina, hogy
isteni olvasás az, kérhetjük is szentírás olvasás előtt a Szentlélek segítségét, hogy ő, aki sugalmazta ezeket az iratokat, ő világosítson meg minket, hogy megértsük az üzenetét, megtaláljuk, hogy nekünk most mit akar mondani. Amikor gimnazista voltam, Futó Károly atya azt ajánlotta nekem, hogy minden nap olvassak a Bibliából egy kicsit, azt mondja, ne sokat, egy kicsit, egy oldalt körülbelül, és kérdezzem meg, hogy mit mond a Szentlélek ezen keresztül ma nekem. Szóval az egész ne tartson tovább, mint 10 perc, mert különben hamar abba fogom hagyni. Így azonban tényleg nagy haszonnal olvastam végig az Új Szövetséget, és azt hiszem, hogy ezt mindenkinek lehet ajánlani, mert 5 vagy 10 percet egy nap lehet erre szakítani, és megszólal a szöveg. Szóval, ha imádkozó alapállással veszem kézbe, akkor üzenetet találok benne. Azt hiszem, hogy ilyen értelemben is működik ma köztünk a Szentlélek. A Szentlélek az egyház lelke, ő alakítja az egyházat. Azt is mondhatnánk, hogy az egyházról és a Szentlélekről nem is lehet teljesen külön beszélni, hiszen a keresztség az, amelynek a révén belépünk az egyházba, márpedig a keresztséggel már a Szent Lelket kapjuk. Tehát ő az, aki egyesít, ő az, aki összetart, ő az, aki eligazít bennünket, mint keresztény közösséget is. Amikor keresztet vetünk, mindig a Szent Háromságra gondolunk, és a Szent Háromságot valljuk meg. Pázmány Péter hívja föl a figyelmet nagy lelkesedéssel arra, hogy ne hagyjuk el a keresztvetést, és hogy gondoljunk ilyenkor Krisztus keresztjére, de gondoljunk a Szent Háromságra is, hiszen benne van a boldogságunk, benne van a jövőnk, és ő az, aki az életünknek az alapja. Bíboros úr, hogyan gondolkodjunk arról, hogy ember voltunk, és a Szentlélek összefüggése? Szóval a kérdésem az ember teremtésekor, ott megjelenik szintén a lélek. Ott azért az van, hogy az Úr, ugye az egyik változatában a teremtés történetnek, az embernek az orrába leheli az élet lehelletét. Na most ez az élet lehellete, ez az akkori világkép alapján pusztán azt jelenti, hogy megelevenedik az ember teste. Tehát az a lélek, ami az elevenséget adja, ezért is beszélnek az Ószövetségben az egyes iratok az állatoknak a lelkéről is, nem azért, hogy a halhatatlan lelkük lenne, hanem mert elevennek azok is. Tehát úgy gondolták, hogy valami különleges principium van, ami élteti és mozgatja az élőlényeket. Na most aztán hamar rájöttek, hogy az ember esetében ez egészen különleges, mert ez közvetlenül az Istentől jön, ez már az Isten képiségünkhöz tartozik. Mi az, ami az emberben az Isten képiségből következik? Egyértelműen azt vallja a katolikus hit, hogy értelmünk van, hogy szabad akaratunk van, és hogy a lelkünk halhatatlan. Tehát ez a három kritérium. Manapság rengeteget beszélnek emberi méltóságról, de sokszor egészen eltorzítják az értelmét, elszakadnak az eredeti jelentéstől. Az emberi méltóságnak az első és legfontosabb alapja az Isten képiség. Tehát ezért van az, hogy az emberben, minden emberben van valami feltétlenül tiszteletre méltó, amit nem kell külön kiérdemelni. Benne van a betegben, a magatehetetlenben, még abban is, aki nagy bűncselekményeket követett el. Ez az emberi méltóság. És ez az Isten képe. Na most ehhez képest ma sokszor azt mondják, hogy méltóság, emberi méltóság azt jelenti, hogy fizikai fájdalmunk ne legyen, például a halálnál. Tehát inkább eutanázia, hogy meghal hamarabb, akkor nem szenved. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon leszűkítő és nem az eredetnek megfelelő értelmezés. Ennél sokkal többről van szó, tudnilik. Persze, hogy kerüljük el a fájdalmat, persze, hogy próbáljuk megtenni mindent annak érdekében, hogy ne szenvedjünk, de a méltóságunk nem ebben áll. Az ember méltóságát a legtisztábban Jézus Krisztus mutatta meg, márpedig ő szenvedett. De a szenvedésen belül is, a szenvedés dacára is fölragyogott benne a méltóság. És nem csak az Isten képe, hanem a valóságos Isten emberként. És amikor Szent Pál a Szentlélek templomáról beszél az ember kapcsán, hogy ti a Szentlélek temploma is vagytok,
az hogyan függ össze a Szentlélekről alkotott képünkkel? Ugye a Szentlélek temploma, a Szentlélek bennünk lakása. Ugyanannak a fogalomnak felel meg, amit a későbbi teológia úgy hív, hogy a megszentelő kegyelem állapota. Ez azt jelenti, hogy őrizzétek meg a kegyelem állapotát, ne kövessetek el súlyos bűnt, mert akkor szomorú lesz a lélek, aki bennetek van a keresztség alapján. Tehát azt hiszem, hogy nagy titok ez is az embernek a Istenhez fűződő személyes kapcsolata, és ezen belül keressük a kifejezéseket. Az biztos, hogy az egyik helyes jó kifejezés az, hogy a Szentlélek bennünk lakása. Itt azért különbséget tennék, mert akármilyen nagy bűnt követ is el az ember a keresztsége után, ez az, amit később így neveztek, hogy az eltörölhetetlen bélyeg, tehát a keresztség jegye az megmarad. És a bűnbánat szentsége az, ahol visszaállíthatjuk a kegyelmi állapotot, visszaállíthatjuk Isten kegyelméből és az egyház szolgálata által, visszanyerhetjük, visszakaphatjuk a kegyelmi állapotot. A Szentlélek és az emberi lélek viszonya olyan kérdés, ami ma mintha érzékenyebb lenne. Miért is? Hát mert vannak, akik a lélekvándorlásban hisznek, vannak, akik esetleg azt gondolják, hogy az egyetlen nagy és örök világ léleknek a kiáradása az egyes ember lelke, amely aztán a halálkor visszatér a világ lélekbe. Na, ez az a szemlélet, amit a görög filozófiában is egyesek vallottak, és amit az egyház nem ismer el. Miért? Mert azt mondja, hogy az egyes ember lelkét Isten külön teremti. Tehát nem vagyunk örökkévalók, csak halhatatlanok. Mert a létünknek, a lelkünk életének is van kezdete. És ez nagyon fontos dolog, mert az egyéni megismételhetetlen élet a felelősséget hordozza. Hogyha az életünk hol a miénk, hol nem a miénk, megint megismétlődik, akkor mi a felelősség? Akkor van egy következő, egy azután következő, esetleg a jelenlegi életünk is azért olyan, amilyen, mert korábban valaki más, valamit másképp tett. Tehát abban a pillanatban az az egyetlenség, ami az embert jellemzi, elvész. De hát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon is egyértelmű az Új Szövetségnek a tanítása, amely úgy szól, hogy mindenki külön kapja meg a meghívást, és mindenkinek személyes, megbonthatatlan kapcsolata van Istennel, de mi nem vagyunk részei az Istenségnek. És nem is arra van hivatásunk, hogy megistenüljünk abban az értelemben, hogy teljesen istenné váljunk, de isteni életre arra szól a hivatásunk. Istennel való közösségre, társaságra, az örök boldogságban mindenképpen. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagyon világosan kell különböztetnünk, de a keresztény hagyomány ebben segítségünkre van. Egy utolsó kérdés. A lélek kiáradásait ismerik fel, vagy gondolják egyesek, a megújulásokban, az egyház megújulásaiban. Tehát a Szentlélek jelen van az egyházban. Más és más módokon működik. Egyidejűleg is képes többféle módon működni, különböző emberekben, különböző közösségekben, a hivatal karizmájában, a szentségekben, de adott esetben különleges ajándékokban is. Tehát lehetséges az, hogy egyes közösségekben a Szentléleknek valamilyen nagyon időszerű ajándéka különös erővel, különös világossággal jelenik meg. Manapság, tehát nem szoríthatjuk, nem korlátozhatjuk a karizmatikus jelzőt egyes közösségekre, mondjuk a rendkívüli ajándékokkal büszkélkedő közösségekre, de kétségtelen az, hogy ezeknek a lelkiségi mozgalmaknak nem kis része valami olyat mutat meg, ami nagyon időszerű, és vannak közös elemeik. Az egyik ilyen közös elem az, hogy papok, világiak, családok és a három evangéliumi tanácsot vállaló megszentelt személyek egyetlen lelkiségben, egyetlen közösségben élnek, nem úgy, hogy együtt is laknának, de úgy, hogy rendszeresen találkoznak, és közös lelki programjaik vannak. Tehát egymást segítik. Ez nagyon időszerű, és nagyon fontos dolog. Egy másik fontos dolog azt hiszem az, hogy közel állnak a mindennapi élethez. Tehát nem elég az, hogy imádkozni összejönnek, hanem a gyakorlati élet ezer helyzetében is segítik egymást, és segítenek másokat is, tehát túlárad a szeretetük a saját körükön. Azt hiszem, hogy ifjúsági közösségekben is mindig
ez az a pont, ahol egy közösség meg tudja mutatni, hogy valóban hiteles és tartós-e vagy sem. Mert az, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában, ez is szép, ez is érték, de ha csak ennyi, akkor idővel ki megtalálja a munkahelyét, családot alapít, elköltözik, megszűnik az egész. Ha azonban rájönnek annak az ízére, hogy ők, mint közösség másokat segíteni is tudnak, akkor ez továbbadódik, akkor a közös feladat az folyamatosságot fog adni a közösségnek. Honnan ismerjük fel akár a saját életünkben, akár a másik ember életében, hogy az, amit ő kapott, az valóban a Szentlélek ajándéka? Szent Pál azt mondja, hogy vannak, akik megkapták a lelkek megkülönböztetésének az adományát, ezek pedig hivataluknál fogva, kötelezettségüknél fogva a püspökök. Tehát amikor például egy lelkiségi mozgalom indul, lehet, hogy a Szentlélek intenzíven működik benne, lehet, hogy kevésbé. Sokféle mozgalom és közösség van. De amikor azt kérik, hogy mondjuk őket az egyház ismerje el, mint Krisztus hívők társulását, vagy hivatalos társulását, vagy később akár a megszentelt életformáit, na ott már azért mindenképpen a lelkek elbírálásának az adományára szükség van. Tehát hogyha az egyház hivatalosan elismerte, hivatalosan megalapította, akkor ez egy jele annak, hogy ott csak ugyan a Szentlélek működik. Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.